Cayenne élete meglehetősen mozgalmas volt ezen a borús szombat délutánon. Cayenne, mint a bors, de ő nem csíp, ellentétben piros színű hím fajtársával. Vele nem is lehetett fotózkodni, ám a tojó karról karra járt. Simogatni nem lehetett, ez csak gazdája teheti meg vele. Ne félj, baba, ő egy kék-sárga arab papagáj. Egyébként az egyik legközkedveltebb így tartásilag a papagájosok között az arák közül, mert nagyon szép, nagy mutatós, és egyébként nagyon sokáig, tehát átlag 60 évig. Őt, akit itt látok, ő 15 éves, tehát még igen fiatalnak számít. Egy csendes kakadú is díszelgette az egyik kalickában. Az országban összesen csak 3 tenyésztő rendelkezik ilyen nagy testű madárral. A többi között volt még a kiállításon asszony lóri, szivárványos lóri, és természetesen a papagájok széles palettája, de a legnagyobb sztár kétségkívül Cayenne volt. Beszélni ugyan nem tud sokat, annyit tud, hogy mi van. Pedig korából adódóan tudhatna sok szót. Egyébként gagyog meg kommunikál, illetve egy... Nem is tudom, mi a jó szó rá, de ő a tojó, tehát ő a lánya, piros, aki mögöttem van, ő a fiú. Ő egy sokkal kedvesebb állat, aki itt van rajta. Máshogy örül nekem, amikor bemegyek hozzájuk a madárházba. Egész máshogy viselkedik, amikor simogatom, más, amikor játszok vele, olyan finom, tudod, olyan óvatosan fog. Még a piros átkapja a csuklom, így tekerget, úgy tekerget, vele rendesen birkózni lehet. Ő egy olyan kifinomult, nőies kis papagája. Az arab papagáj is rendkívül intelligens madár, pontosan tudja, hogy otthon repkedhet, de idegen környezetben nem. A kiállításon 35 különböző fajtával, összesen mintegy 61-eddel ismerkedtettek meg az érdeklődők, elsősorban természetesen a gyerekek.